A hétvégén a Magyar Kultúra napja alkalmából 100. alkalommal is láthatják a kedves nézők, az érdeklődők Hedvig Mária Szenvedés Hűség című monodrámáját. Az írónőt köszöntjük a stúdióban, jó reggelt, Kedi Csokan. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, és ugye hát a cím, ha nem is árulja, de ez Rinyi Ronárról szól ez a darab, és milyen előtudás szükséges hozzá, hogy valaki bekapcsolódjon, kell-e egyáltalán? Emlékeznünk arra, amit egy kis történelmi korszak ismeret, az nem árt, igen. Illik valamennyire tisztában lenni vele, hogy ki volt Zrínyi Ilona, de nem kell, mert végül is mindent megtudnak a darabból, amit igazán egy mai embernek meg kell tudni. Tehát egy nagyon speciális és nehéz műfaj ez a monodráma, nem csak előadni a művésznek, ugye, aki nem más, mint a Jászai Maridias Majzik Edit. De ugye az írónak is gondolom, hogy egészen másfajta eszközökkel lehet kell tud dolgozni, ugye nincsenek szereplők közötti konfliktusok, nincsen a színpadon olyan fajta mozgás, tehát nagyon speciális és nehéz munka volt ez? Ez nagyon nehéz munka volt, de nem ezért, hanem azért, mert a maga a korszak, egy rendkívül bonyolult, zűrzavaros, napi szinten váltakozó erőviszonyok közepette élt ez a Zrínyi Ilona nevű nagyszerű hölgy, hozzáteszem, és cselekedte mindazt, amitől ő aztán híressé vált. Hát híressé, igen, szóval jegyezhetővé. Történelmi személyiség, lehet mondani, igen. Igazán. Na most itt inkább a lecke a színésznőnek van nagyon feladva, mert hát valóban nem lehet egy történelemkönyvet csinálni a színpadra. Nem lehet se didaktikusnak lenni, szóval azért ennek drámának kell lenni, ha már egyszer azt mondjuk, hogy színház. Tehát itt inkább nagyon meglettek törve az idővonalak, tehát itt ide-oda ugrások vannak a különböző korszakok között, az ő emlékeibe, az egész egy visszaemlékezés. Igen, mert hogy ugye a kerettörténet az a hajóút, amikor igen, a számítás az utolsó stációja. Tehát egy visszaemlékezés tulajdonképpen a korábbi időszakban. Egy visszaemlékezés, és egyik emlékből fonódik aztán a másikba, tehát azért ez nem könnyű, és visszaugrik. A történelmi korszak érdekessége, vagy Zrínyi Ilona a személyisége ragadta meg, és volt vonzó, ami miatt egyáltalán elkezdett foglalkozni? Hát a személyisége, mert én azért nem vagyok történész, és nekem nagyon bele kellett magam ebbe ásni, hogy egyáltalán hozzá tudjak nyúlni. De hát ez nagyon izgalmas volt ez a kutatói, hogy itt kutatói korszak is. Kell az, hogy szeresse, vagy elég, hogy megismerte őt? Kellett, hogy szeresse is, hát szimpatikus kell, hogy legyen, úgy tud róla írni, vagy mindenféle vélemény nélkül csak egyszerűen közni, amit gondol erről a korszakról? Hát persze, hogy kell szeretni, szóval az ember, amikor ír, akkor szinte azzá válik, amit csinál, tehát ez nem lehet kívül maradni. Ez. És mi az, ami miatt nekünk szerethető az ő személyisége? Ez egy nagyon távoli korszak, igazándiból már a 20. század eseményéhez sem tudunk úgy kapcsolódni, igen, hát még a korábbi. Nagyon-nagyon modern nő. Tehát ez van tulajdonképpen ebbe a darabba kihangsúlyozva, elsősorban nőisége. Tehát ami nekem is egy izgalmas dolog volt, mert azért ő ott bizony erős konfliktus helyzetekbe kerül, a tököli által, aki egy vitatható valaki azért, de az ő tényleg, és azért is ez a címe, hogy szenvedély és hűség, mert szereti. Szóval ő szerelemmel szereti, és nem politika valami miatt, mint ahogy a Ránkócihoz az első férje, az első Ránkóczi Ferenchez politikából adták hozzá, tehát ott a szülők. Az, hogy modern nő, az azt is jelenti, hogy abból a korszakból nagyon kilógott, és ebből is adottak a konfliktusai? Nagyon kilógott, ő nyilván a neveltetése is hozzájárul, hogy sok mindenhez hozzájutott, hát több nyelven beszélt, ő uralkodókkal levelezett, hát 14. Lajos mondta róla, hogy Európa legbátrabb asszonya. Szóval ő nem abban a női szerepkörbe élt, ami tudomásunk szerint akkor volt, hogy teljesen háttérbe szorítva és önálló gondolatok és döntések nélkül. Ez neki magától értetődő volt, vagy megküzdött ezzel az új szereppel?
Én azt gondolom, hogy magától értetődő volt, mert hiszen egy olyan család, a Zrínyiek azért ez egy elég erős vonal, és az a karakánság és keménység, amit ő a Dév nagypapától tanult, aki kirohant a várból, és hát mondjuk ezt tudja mindenki, azért ő ebbe beleszületett szinte, de ez nyilván nem elég, hogy valaki beleszületik valahova, hanem ő ezt önmagába is vitte tovább. És egy nagyon sokszínű valaki volt, egy szép nő volt, hát ez is köztudott, hogy egy nagyon szép nő volt, és élt is a szépségével, tehát ez is egy modern dolog, hogy ő ezt nem rejtette véka alá, hanem igen, ő ezt hordta. Rengeteg ékszere volt, ez is benne van a történet tudományokban, hogy ő az ékszere itt is odaadta Tökölinek, mikor hadviselésre kellett pénz neki. Tehát meg 14. Lajostól pont kapott fantasztikus nyakéket, amit szintén bedobott a harcba, és szóval, és maga az, ahogy Munkácsvárát védte, szóval azért ez önmagáért beszél. Hát az sem egy klasszikus női szerep volt. Hát igen, és ahogy ő válaszolt és például. És közben küzdött a gyerekért. A gyerekért is, és ez a fő konfliktus a darabnak, a Tököli és a második Rákóczi Ferenc iránti érzelmei, amik benne zajlanak, mert a két ember nem január nagyon. 22-én 6 órától, igen. Tehát a Klebersberg kastélyben is ingyenes, csak gondolom regisztrálni kell. És a kastélyban, nem a kultúrkúriában ezt. Nagyon fontos, Pest, Pesti úton. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.